Kedves Balázs! Kedves Balázs! Kedves Balázs! Kedves Balázs! Kedves Balázs! Balázs most, légy szíves! Akárhol vagyok. Hozz egy sör! Kedves Balázs! 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 Ezúton szeretnék neked nagyon boldog születésnapot kívánni. Hozod már! Balázs! Balázs, bozd meg! 30, bozd meg! Isten éltessen a 30. születésnapodom! Kedves Balázs! Viszont már! Boldog születésnapot! Tudok ilyet is. Félúton vagy 60 felé. Nem érzed magad öregnek? Baszd meg! Fuck you! Baszd meg, elfelejtjük! Ne, Balázs, addig és sokáig, még tartok ki nem szárad bokáig. Fuck you, asshole! Isten éltessen, Balázs! Ezek a fiúk itt nagyon-nagyon szétszórtak, felelőtlenek. És bukkak. Egyik se tudja, hogy miről szól a 30 éves lét. Roland azt hiszi, de mégsem. Boldog születésnapot! Isten éltessen sokáig, faszod érjen bokáig. Egy szülinap csak egy szülinap, érted? Így jár, bazd meg! Mennyi vagy? 30? Boldog születésnapot kell kívánni. Hát, vagy elmondtam, vagy nem. Az első találkozás. Na most így... Konkrétan fingom nincs, hogy mikor volt az első találkozás. Én, tudatlan, naív, 18 éves kislány, elmentem a Fácán nevezetű sörözőbe. Amikor odajött hozzám egy fura, magas, mindig szürke pulcsis, fiatal ember. Fogalmam sem volt, hogy ki ő, de felhangon azt kiabálta. Ő itt Balázs! És ki volt, aki mindezt megtette? Tóth Zoltán. Sorry. Nem mikrofon. Balázs, ha meg feszülök, se emlékszem, hogy hol találkoztunk először. Kb. Ez volt, de ezt megelőzte az, hogy szervusz, szervusz. Mi jól csináltok? Hát, három, de nem tudtam, faszom tudom. Az jó. Este Fácán? Amikor itt többet is beszélgettünk már, azt tudom, hogy Molnár Csabika mutatott be neked. A lényeg ebből az egészből, hogy már akkor így nagyjából tudtuk, hogy ki a másik, viszont emlékszem, hogy a Tokaji Hegyalja Fesztiválon találkoztunk először, amikor be volt fomba a hajad, és úgy néztél ki, mint egy buzi. By the way, most is egy buzi vagy. Amikor jöttek a munkaügyisek talán. Na, az egyik kedvenc közös emlékem. Az első igazán maradandó közös emlékem veled. Elénekeltek egy dalt, ami kibaszottul gusztustalan, de mindegy. Közös emlékem veled. És te mindenki fejhallgató, mind a pitonyban ugye? Mikor betoltál a vihartól a Margit szigeten, és úgy rohantál be a Holdudvarba. Abban a különös és különleges, hírhedt és híres megtiszteltetésben részesültem. Ülök a szobámban, búsan, egyedül. Úgy történt a dolog, hogy oda voltunk a Takarodsz innen a Vekerító Fesztiválon, nem tudom már melyik évben volt. Te rajtad is fejhallgató volt, de te annyira nem hallottál semmit sem, hogy fogtad magad és akkor vittél azt hiszem lazanyát, hogy valami ilyen tésztás faszont ugye, amit ott magam hoztál. Vagy szétszórtad a homopornó CD-ket, amik nálad voltak. Hogy fofán prüszköltél. Tököm szőre a bokámon ül. Az volt a feladat, hogy csak operatőrködnöd kell.
kijöttél a Vekerító Fesztiválra, és akkor kaptál egy SMS-t az akkori barátnőtől, hogy szakít veled. Fogtad magad, és akkor megmelegítetted a mikróba, és csodálkoztál, hogy Tokai Laci bácsi vérbe fagyva így ült. Amikor régen velem szemben ültél egy asztalnál, egészen pontosan a lábaid között szereltél órát. A faszomra nézek, s elsírom magam. És te ezen felbátorodva, azt hiszem azt a 4-5 napot végig satú segg picsa részegen töltötted. Meg Tokai Peti is így jött. Két öltönyös fickóval, de mondjuk ezt lehet, te jobban tudod, mert mi nem mentünk ki. Majd egy homályos tekintettel rám néztél, és a fogaid között kiszorított répa, borsó és egyéb ételmaradványokkal, körítve egy kis alkohollal, pofán prüszköltél. Én már ezzel többet nem baszok. Mert hogy ennek ellenére is végezted a munkádat, és bizonyítottad a Pixel film számára, hogy rátermett legény vagy, megmelegítette a mikróba a kaját, és jöttél vissza megenni az asztalra. Jó kocka híven persze. Amit hajnalban elosztogattak egymás között a biztonsági őrök. Tudod, az az érzés, amikor a hányásnak apró darabkái, szilárd és kevésbé szilárd részei végig csurognak az arcodon. Úgy, hogy igazából röhögnél, de a szádat kinyitni nem mered. Magyarul képes vagy dolgozni részegen és vagy másnaposan. És akkor jött Laci bácsi oda, hogy meg Tokai Peti, hogy hát te persze csak a hülye fiam, igen az volt. Életemben először próbáltam zárt szájjal azt a mondatot kipréselni, hogy valaki adjon egy zsebkendőt. De szeretném a faszomat felárítani. Úgyhogy ez szerintem ez egy kicsit kis ismérvű számodra, hogy... Most azt mondom, és én ezt elhiszem, hogy nem engedtem be belőle semmit, de ez a múlt titka marad. Szeretném a szívpicsákat kitágítani, de ha egyszer mégis feláll a faszom, még a szemedet is kibaszom! Odosülöm a bás! Szerintem ez volt az egyik legviccesebb kalandunk. Ugye nem foglalkozol a tényekkel, de úgy mindig megtalálnak. És Balázs, köszönd meg Mártinak, mert ő tudott elnézést kérni, miközben te tértől bokáig végighánytad magad. Murphy, it's you.